a földön képzett az első. Sziasztok! Elkezdtük a drónklubban bemelegítő köröket. Mint láthatjátok, sikerült egy szép ledes pályát készíteni. Egy-két kapuval, egy-két színes zászlóval, egy-két kanyarral. Szép színesek vagyunk, még nappal van. Esik az eső odakint, de idebent jók vagyunk. Vannak már egy jó páron, még nincs késő elindulni. Ahogy telik és sötétedik, egyre látványosabb lesz a helyszín majd. Ezek még a legelső körök, ez a második csapat, aki próbálja a pályát. Egyelőre még a videóképet nézik. És megvan az első esés. De semmi gond, a nézőket hálóval védjük. Mindenki próbálkozik, hogy jó a videó jelen. Próbálják megszokni még a pályát. Hát ő sajnos kiesett a versenyből. Addig Durma a szép rózsaszín propellerével nyomja a köröket. Fura a pilótáknak is még ez a sok szín, de legalább estére egy igazán látványos pálya fog kialakulni. Gyertek, itt leszünk egészen este 9 óráig valószínűleg, akkor lesz csak igazán látványos. Ilyet még itthon senki nem csinált, úgyhogy meglátjuk, hogy a pilótáknak és a kameráknak is hogy fog tetszeni ez a dolog. Megjelentkezünk később. Addig megmentem ezt a szegény árvagépet itt előttem. Sziasztok! Ja, nem is mondtam, még ott a háttérben, ami nem látszik. Kialakítottunk egy igazán különleges pályát, ahol lábbal kell hajtani gokártokat, de úgy, hogy egy FPV szemüveg van rajtunk, és fentről felülnézetben, mint a GTA-ban látjuk önmagunkat, és úgy kell végigmenni egy pályán. Szóval nagyon sok érdekes dolog van. Mellette még itt van a kis drónsimogatónk is. Ott hátul, nem tudom mennyire látszódik a tömeg miatt. Úgyhogy gyertek bátran, van szórakozás. Durma csal. Az egyikből vár. Köszi. Alá, és demet a DVL, faszom. Jó, ez köszi. Szép világítós. Kapuk vannak mindenhol. Falak is szépen meg vannak világítva. Téma következő versenyző. Jóság.
majd még jelentkezünk.